hirtelen a fesztivál egyik új színfoltja, hogy a hagyományos elszármazottak találkozója ezen pár nap keretében kerül megrendezésre. Itt vagyunk vasárnap reggel, csodálatos idő, mosolygós arcok, egymásba ölelkező emberek, és mindenkiről azt sugárzik, hogy jó itt Tolnán lenni, jó visszajönni. Hát én nagyon bízom benne, hogy ez a találkozó, amely harmadik alkalommal kerül megrendezésre, valóban örömöt jelent azoknak, akik visszajönnek Tolnára, hiszen nagyon nagy részük életük rövidebb, hosszabb idejét, vagy éppen itt született a városban, és hát most azokkal az arcokkal találkozik, akivel iskolába járt, egymás mellett laktak az utcában, vagy talán éppen először neki udvaroltak. Garai Ákos is itt van velünk, ha csak képletesen is, és mondhatjuk azt is, hogy a város gazdagodik is a mai napon. Különleges nap ez, egy emléktábla kerül felavatásra, ami előtt mindenki lerúhatja ezentúl tiszteletét. Miért volt fontos, hogy Garai Ákos is úgymond közén kerüljön? Tolna a város ugye bővelkedik festőkben, művészekben, dicsekedhetünk vele, hogy valószínű a környék meghatja, ihleti a művészeket, hiszen nagyon sok festőművész él, dolgozik vagy dolgozott Tolnán. A Garai Ákos valahogy sorban tulajdonképpen a legkorábbi a festőművészek körében, és mégis talán a legkevesebbet tudjuk róla. Annak ellenére, hogy művei Tolna megyében, például a Szekszárdi Múzeumban is megtalálhatók, általában, ha Garai Ákosról kérdezünk, akkor nem sok mindent tudunk róla. Nem csak mi vagyunk ennek adósa, hanem a magyar művészeti élet is, hiszen ha most megpróbálnánk művészeti lexikonba utána keresni, akkor néhány sort találnánk tulajdonképpen az ő tevékenységéről. Viszont amikor a munkásságát most egy kiállítás szervezése kapcsán az ember átnézi, akkor azt látja, hogy nem csak hogy említésre érdemes a munkássága, hanem valahol a magyar naturalista festőművészetnek és grafikának ő egy kiemelkedő alakja. És ezért úgy éreztük, hogy nem csak 50 évvel az utolsó szekszárdi emlékkiállítás után kiállítást szervezünk Tolnán, hanem a mai napot felhasználva emléktáblát avatunk azon az épületen, a Garai Kúrián, ahol ő élt és dolgozott Tolnán. A mai napon azt hiszem, hogy Garai Ákos szelleme az egész program során megidéződött. Ön Győrből jött egy rokon, egy leszármazott, akinek fontos volt, hogy itt legyen. Miért? Azért, mert én saját magam is, és a gyerekeim, unokáim számára is nagyon fontossá neveltük azt, hogy az őseket mindig tisztelni és szeretni kell, ha olyanok voltak példaképnek állítani, és ehhez az kell, hogy még én, aki még élek, és el tudjam mesélni nekik azt, hogy mit találtam itt, hogy majd legközelebb ők is itt legyenek az ilyen kedves családi összejöveteleken. Milyen emlékei vannak Garai Ákosról? Hát sajnos én nekem nem, személyes nem sok. Én találkoztam vele, Ákos bácsisztuk, nagyon szerette a gyerekeket, neki nem volt, és én mint művészre emlékszem, meg ecsettel, meg festékes ruhába, és nagy-nagy szeretettel beszélt a képeiről mindig, és nagyon-nagyon szerette a lovakat, a katona képeket, és a paraszti csizmákat. Ez nevetséges, most így mondom, mert már ez nincs, de tessék megnézni a képein, a csizmák az annyira eredeti, és az csak ő volt. Az mindig az Ákos bácsi volt. Egy nagyon kedves emlékem van, ha szabad elmondom, a Hadtörténeti Múzeumban volt egy huszár kiállítás ezelőtt 3-4 éve, és én megnéztem, és az Ákos bácsi egyik festményét találtam meg, aminek az eredeti nyomtatásban, ilyen plakát formájában, aminek az eredeti szénrajza nálam van. És illet vagy nem illet, én bizony nagyon fölkiabáltam, hogy jé, ez a kép nálam van, és rögtön megrohantak ugye a múzeológusok, hogy hol, s mint, mi egymás. Na hát aztán folytatása azt már nem mondom el, mert már nagyon bosszantó volt. Na de hát ennyire jellegzetes volt Ákos bácsi képei. A tolnai művészeti élet azt hiszem sokfelé ágazik, és Tolna hírnevét nagyon sok művész öregbíti ennek. Mi, akik még itt helyben vagyunk, nagyon-nagyon örülünk. Önnek milyen érzés volt ma vasárnap reggel Tolna felé venni az irányt? Hát én már hamarabb lejöttem Tolnára, mert a családi ház az itt van, a szüleimtől, a húgommal megörököltük a családi házat, úgyhogy én már több mint egy hete itt vagyok. És különleges öröm számomra az ennek a találkozónak a kapcsán, hogy
Az egyik program a Garai Ákos emléktáblájának a leleplezése, mert Garai Ákos volt az első festő, akit életemben én láttam. Garai Ákos nagyapám barátja volt. Most elé mentem a kérdéseinek, úgyhogy lehet, hogy nem is ezt várta tőlem, de ezt gyorsan el kell mondanom. Lehetem talán egy olyan 6 éves, és a nagyszüleim, akkor Szekszárdon laktunk, és itt voltam a nagyszüleimnél, és eljött a Garai Ákos, itthon volt, Garai Ákosnak 3 lánytestvére volt, azokat jött meglátogatni, és eljött nagyapámhoz, és én akkor láttam élő festőt életemben először. És lehet, hogy ez a találkozás is hozzájárult ahhoz, hogy én festő legyek. Hát akkor éppen természetesen ezt nem tudtam, és nagyapámnak nagyon sok Garai képe volt. És én tulajdonképpen Garai képek között nőttem fel. És hát itt most köszönet a városnak, hogy a város tulajdonképpen gondozza ezeket az emlékeket, és hát emléket állít Garai Ákosnak, aki sokat dolgozott itt. Jelen esetben tehát a város egy itteni momentum, egy egész életpályát meghatározott. Mind dolgozik most, mi a munkásságának éppen az aktuális eseménye? Hát nézze, erre nehéz most válaszolni magának, mert egyszerre több dolgon dolgozom. Most voltam Salzburgban hosszabb ideig, ott volt egy ösztöndíjam. Egyrészt ezeket a salzburgi élményeket kívánom feldolgozni, másrészt állandóan vannak olyan képötletek, amik Tolnához kapcsolódnak. Most például dolgozom a salzburgi képeken kívül egy utazási élményen, ahogy jöttem le Tolnára, most koranyáron, pont bodzavirágzás volt, vonattal jöttem le, és néztem ki az ablakon, és csodálatos volt ez a táj a virágzó bodzabokrok tömegével. És tulajdonképpen ebben nem csak ezek a bodzabokrok voltak bent, ez nem egy tájkép, ez tulajdonképpen egy keretet adott azoknak a gondolatoknak, ami hát nekem a Tolnára való utazást, az érkezést jelenti. És hát ez a kép is erről fog szólni, ott lesznek a bodzabokrok, de ezek úgy lesznek ott, hogy útban vagyok Tolna felé, és ez remélem látszani fog a képen. Jó tehát Tolnára jönni. Igen, jó. Meglehetősen sok művész született, elszármazott Tolnáról, hogy ez ilyen meleg ágya volt a művészetnek, hát azért valamit el kell ismerni. Volt itt néhány ember az én gyerekkoromban, akik már talán engem is fertőztek a képzőművészet iránti érdeklődéssel, mondjuk hát éppen a Mártinek Jóska bácsiról volt, az nekem tanítom volt a 40-es évekig, ugye akkor én 40-ben elkerültem Pécsre. Aztán a Gyöngyösi Béla bácsi, aki egyébként ügyvéd volt, de képzőt a főiskolát végzett. Ők kezdték el 50-ben az első képzőművészkört. Ezt a képzőművészkört aztán én 55-ben átvettem a Jóska bácsitól, és azt hiszem 60-ig csináltam. De csináltam képzőművészkört Szekszárdon, Faddi Művelődési Házban. És hát így fertőződött meg a Vég Andris, aki szintén tolnai gyerek, a Szili Géza, a Stisovszki Szilárd, aki nekem volt tanítványom, az is önálló művész, most már 50-en fölül van. És elkezdtem gyűjteni ezeket a tehetségeket. Először Tolnán, aztán az egész megyébe. Így született meg a Paksi Művészszelep, a Dunaföldvári Művészszelep. Először ifjúsági, aztán a végén felnőtt is volt már, aztán országos lett. Hát amíg állami támogatást kaptunk, ez működött majdnem 70-ig, 70-72-ig. És hát nagyon jók voltak ezek az alkotótáborok, ezek a nyári föltöltődések, ahogy szoktuk mondani. Sok humorral, közös szórakozással, de komoly munkával. Azt hiszem, hogy ez a mai nap is azt igazolja, hogy a művészeti élet meleg ágya Tolna, és hát ahogy ön is említette, van mire bőven emlékezni, egy kicsit önre térve, és hát ha elszármazásról beszélünk, azért mondhatom, hogy hála jó Istennek itt maradt a közelünkben, de azért most az ősz az sok mindent jelent önnek, egy kiállításra készül. Hát már évek óta, de miután egyik balesetet kiheverem, jön a következő,
így mindig halódik, vagy halasztódik. Egy közös kiállítást terveztünk a Művészetek Háza, Tolna és Fadd, illetve egy olyan kiállítást, amit ezen a három helyen mutatnának be. Egy olyan 30-40 kép. Lényegében megvannak. Most egy pár faddi témával foglalkoztam, ameddig nagyon nem tudok festeni, mert nem tudok állni hosszabb ideig, de hát remélem, hogy azért összejön előbb-utóbb. Sokat jár azért Tolnára? Hát ahhoznak, mert nagyon rá vagyok szorulva, hogy fuvarozzanak, nem nagyon tudok jönni-menni, de például itt volt ez a nagyon ötletes árt találkozó a Brilgizinél. Hát azt hiszem, önök is ott voltak, vagy legalábbis képviselték a Szekszádi tévét. Ötletes és jó dolog. Ilyeneket nagyon tudok díjazni, és tudok neki örülni, hogy azért a gondolat megmarad, meg a képzőművészet azért a felszínen marad. Mert azért legyünk őszinték, országszerte vagy országos viszonylatban most elég mostanában bánnak a művészetekkel. De ez Tolna megyében, Tolnában nincs így? Hát azt én így egész Tolnában nem tudom, de így közvetlen közöttekben egyenlőre jó az állapot, vagy jó a helyzet. Milyen visszajönni, hazajönni Tolnára? Hát csodálatos emlékek fűznek a községhez, most már városhoz, a városavatásán is itt voltam, meg hívott vendégként. Itt ebben az utcában éltem én gyerekkoromat. Tulajdonképpen az ötösszámú, Bajcsi Zsirinszkó ötösszámú házban születtem. Édesanyám, édesapám itt dolgozott, édesanyám óvónő volt, nagyon sok tolnai gyereket nevelt, édesapám pedig a külső általános iskolában volt tanító. Úgyhogy sok emlék köt engem ide, és a két testvérem is, akik ugyancsak itt nőtek fel. A legkisebb öcsém még Budapesten van, sajnos most beteg, nem tudott lejönni. De egyébként csodálatos élmény találkozni a régi ismerősökkel. A doktori hivatás önt Pécsre kötelezte, mégis mit lehet mondani, mennyire van ideje arra, hogy visszaemlékezzen, hogy visszajöjjön, egyáltalán mivel telnek a mindennapok? Hát először is még mindig aktívan dolgozok, rendelést vezetek. Egyébként nem unatkozom, hisz az emlékeket gyűjtögetem össze, részben életrajzokat készítgetek. Másrészt pedig a volt évfolyamtársaim, egyetemi évfolyamtársaim és gimnázium osztálytársaimnak az adatait gyűjtögetem és állítom egy könyvszerű formába. De különben hát változatlanul szeretem a zenét, sokat olvasok, és hát ilyen találkozókra nagyon szívesen jövök, akár Szekszárdi gimnáziumban, akár a Pécsi Egyetemen, ahol 50 éves aranydiplomát két évvel ezelőtt kaptuk meg. Egyébként, hát mint orvos is aktívan ténykedek, sok tanácsot adok kollégáknak, és hát figyelemmel kísérem a klinika további fejlődését. Mint orvos, hát nagyon sokat tettem annak idején a koraszülések megelőzésében, az még komoly probléma volt annak idején Magyarországon, 14-15%-os koraszülés frekvencia, ma már sikerült 7-8%-ra levinni, másrészt pedig a hastükrözést vezettem be Magyarországon elsőként, és rutinszerűvé tettem országosan, úgyhogy mindenki nálam tanulta tulajdonképpen. Hát ezen kívül az első in vitro fertilizált lombi gyerek is nálam született annak idején, úgyhogy és a nyugdíjadásnál még körülbelül 100 gyereket hoztunk a világra, így, és hát ez nagy örömet jelentett számomra mindig. Ahogy az elszármazott arcok között kutatunk, hát bevallom őszintén, van, aki ismerős, van, aki nem, van, akire rá kell kérdezni, hogy vajon ki is, van, akire nem. Hát Rubold Ödönre azt hiszem, hogy nem, hiszen téged, színészi pályafutásodat mindannyian ismerjük. Mégis fontos, hogy itt legyél, hiszen itt vagy. Miért jöttél, miért jó jönni Tolnára? Hát megmondom őszintén, hogy nekem ez az esemény csak annyiból különleges, hogy ugye intézményesítve van egy kicsit az önkormányzat által, hála Istennek ez a találkozó. Nekem úgy érzem, hogy abszolút élő kapcsolataim vannak tolnaiakkal, szekszárdiakkal, környékbeliekkel. Egy csomó barátom él Tolnán, akikhez én családostól is rendszeresen visszajárok minden nyáron, ha csak 2-3 napra, de jövök mindig.
Most egyébként egy kicsit fél lélekkel vagyok itt, mert ez pont összeesik az én pécsváradi fellépésemmel, a Légy jó, mint halálig musical változatát játsszuk Pécsváradon, és ide tulajdonképpen csak beköszönni jöttem, mert rengeteg emberrel régen találkoztam, mert hát hiszen a tolnaiak azért csak-csak összefutok, meg a barátaimmal úgy is találkozom, de itt egy csomó olyan ember van, akivel Budapesten vagy az ország más részében nem találkozom, és hát sok régi ismerős, édesanyám, édesapám is tőzsgyökeres tolnai, és apukám ugyan már nem él, de hát ők is nyakig benne voltak az itteni életbe, és nagyon szerették. El kell mondanom, hogy édesapám, akit szintén Rubold Ödönnek hívtak, a Tolnai megyei tanácsnál dolgozott majd 30 évig, élelmezésügyi csoportvezető volt, úszómester volt a kórház strandján, fél szekszárdot egy időben ő tanította meg úszni a szekszárdi strandon, Tolnán a vízi életbe is benne volt, és amikor Budapestre kerültek szüleim, akkor érdekes módon hasonló jellegű találkozókat édesapám szervezett meg, és a mai napig nekem egész Tolna megyéről, és különösen Tolnáról a Budapesten élőknek a névsora megvan, mert a budapesti találkozót azt rendszeresen édesapám szervezte. Úgyhogy lehet, hogy ezt a listát át is fogom adni polgármester úrnak, mert tulajdonképpen az ő kezükben sokkal értékesebb és élő ez a dolog. Ez most, hogy így beszélgetünk róla, most jutott eszembe. Szóval nagyon jó érzés, mert ennek, hogy a tolnaiak szeretik Tolnát, és ha el is kerülnek, nem tudják elfelejteni azokat a sport, kulturális, oktatási, stb. Élményeket, meg ezt a milliót, ami itt van, generációról generációra hagyományozó dolog. A Dunapartot nem lehet elfelejteni. Nem lehet elfelejteni a bárkát, nem lehet elfelejteni azt, hogy itt minden pénteken, minden keresztelőkor, minden karácsonykor itt halat esznek az emberek. A bogyiszlai paprika ízét nem lehet elfelejteni. Azt a nosztalgikus fájdalmat, hogy valamikor itt folyt a Duna, és a Széchenyék ideibe elterelték, ennek ellenére a Széchenyi szobrot én avattam az iskola kertjébe. Szóval ezek olyan dolgok, amik nekem, mint színésznek, és ha szabad ilyen fellengzős kifejezést használni művésznek, nagyon fontos az, hogy honnan jöttem. És barátaimnak, akik egyszer a Jászai Mari díjamhoz gratuláltak táviratban, visszatáviratoztam, hogy ez a tiétek is, mert belőletek élek. A tolnai zsidóság és az ő történetük, azt hiszem, hogyha gyökerekről beszélünk, akkor igencsak párhuzamba állítható. Milyen érzés volt Tolnára jönni, és milyen érzés akkor jönni, amikor a közelmúltban azt hiszem, hogy sikerült egy olyan dolgot is elérni, amely a jövőben mindenkinek, az utókornak állít figyelmeztető lechtáblát? Valóban úgy van, hogy komoly a kötődés Tolnához, hiszen a negyedik generációba tartozom, akik Fadból átjöttek Tolnára, az itteni iparosodás, fejlődés, polgári fejlődés kapcsán az 1880-as években. A tolnai barátok, ismerősök voltak olyan kedvesek megérteni az idők szavát, hogy valahogy az eltűnt tolnai zsidó közösség emlékeivel is valamit kezdeni kellene. Szakálos Mihály volt konkrétan a Tolna megyei temetőjére alapítvány elnöke, aki segített abba, hogy visszajöhettem ebben a témában, és a tolnaiakkal közösen a temetőgondozással kezdve eljutottunk az emlékműhöz, amit az előbb tetszett említeni. Ez igazából azért persze csak az egyik vonulata az én tolnaiságomnak, hiszen gyerekkoromtól kezdve egész az érettségig én itt voltam, sok utcabeli baráttal, ismerőssel, osztálytársakkal, és hát ez nyilván a gyerekkorban nagyobb kötődést jelentett, hiszen akkor már alig volt itt zsidó család, akihez közösségi értelembe kötődhettünk volna. Jól esik visszajönni, megtapasztalni, hogy az elmúlt években ilyen operatív együttműködésre is volt mód, és hát most nagyon örülök, hogy ezekbe a kulturális programokba, amik most a napokban zajlanak, részt vehetek, megpróbáltuk egy kis szabadsággal kitoldani ezt az időt, hogy ne csak egy nap, hanem legalábbis egy pár nap legyen most ez az ismételt tolnaiság. Köszönöm. Tolna tehát a felüdülés. Így van, így van. Úgyhogy köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam, és ezúton még egyszer szeretném a polgármester úrnak, önkormányzatnak, a társadalmi szervezőknek megköszönni azt, hogy ma is, meg folyamatosan is gondolnak ránk, elszármazottak ma, és lehetővé teszik, hogy azon a módon, amelyen módon távolról vehet, részt vegyünk volna jövőbeli életébe is.